Sziasztok, Milán vagyok, itt vagyok a legújabb videóval nektek, üdvözlök minden új és régi nézőmet is. A mai videóban egy olyan témát fogunk hozni, amit személy szerint én is átéltem, és szeretném megosztani veletek a tapasztalataimat. Tudom, hogy sokan közületek tudják azt, hogy vannak szponzorok, akik meg szokták általában keresni a youtubereket, viszont ezt szeretném azoknak is elmondani, akik esetleg nem tudnák. Szóval, vannak szponzorok. És ők általában meg szokták keresni a youtubereket, instagramosokat, vagy idézőjelben az influencereket azért, hogy a saját terméküket tudják velük reklámoztatni az embereknek. Reklámozni az embereknek. A szponzorok vagy terméket szoktak felajánlani ennek az influencernek, vagy pedig egy bizonyos összeget fizetnek neki. Eddig szép és jó. Viszont történt egy olyan dolog velem is, az elmúlt pár napban, amire nem számítottam volna. Nem tudom, hogy aki ezt a videót nézi, ő mondjuk ismeri a Dezső Bencét, vagy tudja, hogy mi történt vele. Az a lényeg, hogy van egy youtuber Magyarországon, akinek nagyon nagy a követő bázisa, és feltörték a YouTube fiókját, elvették tőle, hál' Istennek visszakapta, úgyhogy minden happy. Én követek német youtubereket is, és 4-5 nappal ezelőtt, ha hiszitek, hanem az egyik youtubert, akit követek, neki ugyan ez volt, hogy feltörték a fiókját, viszont neki teljesen törölték is. És képzeljétek el, hogy mi történt velem. Tudom, hogy nekem nincs olyan nagy követő bázisom, viszont mégis engem is meg szoktak keresni szponzorok, és 3-4 nappal ezelőtt kaptam egy e-mailt, hogy szponzor szeretné velem reklámoztatni az ő videószerkesztő programját. És az volt a kérdése, hogy Instagramon és YouTube-on mennyiért reklámoznám az ő programját, és én úgy voltam vele, hogy kicsit utána járok, hiszen már előttem 2 nagy youtubert átvertek, akkor lehet, hogy engem is át fognak verni, és inkább utána nézek. Nem tudom pontosan, hogy Dezső Bencében mit szerettek volna reklámoztatni, de ha hiszitek, ha nem, ezzel a német youtuberrel is videószerkesztő programot szerettek volna. És ezért úgy voltam vele, hogy ha őt felkeresték, és engem is, akkor inkább utána nézek. Úgy voltam volna, hogy megnyitom ezt az e-mailt, bármilyen veszélyes is, és megnézem. Itt be fogom magam elé vágni nektek természetesen azt, hogy mit beszéltem vele. Azok az összegek, amik ott eljátszanak, azok nem realisztikus összegek, ezeket csak úgy beírtam kíváncsiságképpen. Utána úgy voltam vele, hogy mikor megnéztem ezt az e-mailt, miért ne rákattintok, mert kíváncsi vagyok, hogy mi is fog ebből kisülni, és elmondom azt, hogy én általában hogy szoktam az ilyen dolgok ellen védekezni. Szóval. És ezek után kapok egy e-mailt, úgy voltam vele, hogy muszáj vagyok rákattintani, már kíváncsiságból is, és elmondom a végén, hogy én ezek ellen hogy szoktam általában védekezni. Úgy voltam vele, hogy válaszolok neki. Magyarul írt nekem természetesen, ez kicsit furcsa volt, mert általában ezek amerikaiak szoktak lenni. És úgy volt, hogy válaszoltam neki, meg fogom nektek mutatni ezt az összeget is, nem realisztikus, szóval ne ezt vegyétek ti alapul, mert én se ennyiért dolgozok, se többi, viszont úgy voltam vele, hogy ráírok kíváncsiságból, hogy vajon vissza fog-e válaszolni, vagy pedig már rögtön feltöri a fiókomat azzal, hogy megnyitottam ezt az e-mailt, de folyamatosan ellenőriztem mindent, és vártam az ő válaszát. Nagyon vártam a választ, hogy le tudjam buktatni, hogy csaló-e vagy nem. És természetesen csaló volt ez az ember, aki küldte nekem az e-mailt, viszont ő azt hitte, hogy én ezt nem veszem észre. Már rögtön az írásaiból észrevettem, az e-mail címből utána jártam, hogy tényleg létezik egy ilyen videószerkesztő program, hogy ez mennyire felkapott. És az volt még egyébként a csattanó, hogy akiknek feltörték a YouTube csatornájukat, az ő csatornájukon egy másik külföldi streamet, hogy az ő nézőiket is el tudják érni. És 3-4 nap múlva én megkaptam egy választ, hogy köszönöm az együttműködést, és ott volt egy YouTube link. Úgy voltam vele, hogy úristen, most kajak engem is átvertek, rákattintottam, és élőzött valaki, viszont ez a illető csak egy youtuber volt, egy kis youtuber, és meg szerette volna nézni, hogy egy youtuber mennyit kasszál egy szponzoron. Nagyon-nagyon meglepő dolgok voltak ebben a live-ba, és engem kicsit degradált is azzal, hogy jaj, én miért dolgozok ilyen olcsón, stb. De mondom, ezek a számok nem realisztikusak, szóval ne vegyétek alapul. Voltak nagyon-nagyon meglepő dolgok is, például az Arbeit az valami 300 ezer forint körül dolgozott egy reklámmal, szóval azért azok is kicsit
szerintem már túlszárnyalnak ezeket a dolgokon. Én mindig általában kettő jelszót használok, a telefonszámomban mindent olyanokat meg szoktam általában adni, hogy ha bárhonnan belépnek, akkor én rögtön kapok egy értesítést, még hogyha én lépek be a másik szobából is, a fiókomba, akkor is rögtön kapok egy értesítést. Szóval ti is próbáljátok minél nehezebb jelszókat megadni, hogy kicsit nehezítsétek a hackereknek a dolgát. Mindig járjatok utána azoknak az e-maileknek, amiket általában kapni szoktatok, mert mostanában brutálisan sok az átverés az interneten, és szeretném, hogyha felnyitnátok ti is a szemeteket, és utána járnátok dolgoknak. Hogyha vesztek valamit, tényleg járjatok utána, próbáljatok telefonos kapcsolatot is felvenni az illetővel, stb. Azért, hogy minél kisebbre tudjátok szűkíteni az átverésének az esélyét. Remélem, hogy tetszett nektek ez a videó, hogyha igen, akkor dobjatok rá légy szíves egy lájkot, iratkozzatok fel a YouTube csatornámra, és iratkozzatok fel az Instagramomra is. Sziasztok, Milán voltam, találkozunk a következő videóban. Arrivederci!